Megvan a koronavírus első áldozata, rádölt a Spájcban az összevásárolt 150 kiló liszt. Bejárta a közösségi médiát ez a pánikvásárlásról szóló poszt, ami arra utalt, hogy többen indokolatlanul sokat vásároltak a vírus terjedésétől és az élelmiszerhiánytól tartva. Egy hazai kiskereskedelmi lánc tolnai üzletében nyoma sem volt ennek a pániknak. Volt egy olyan hétvége, amikor ugye a heti keresletünk elment a rövid idő alatt, de hál' Isten volt annyi stratégiai tartalék a raktárainkban, hogy nem okozott problémát a vásárlóknak az ellátása. A vásárlók jelentős része nem tart attól, hogy nem lesz liszt vagy cukor az üzletekben, és a vírusról szóló híradások sem hozták őket vásárlási lázba. Most jöttem az Angliából, és hát még én nem tartom a nagy fontosnak, hogy a sok mindent vásároljak. Én gondozónő vagyok, de én nem hiszek ebbe. Tehát ez egy ilyen, hát nem is mondjam azt, hogy politikai biznisz, tehát én ezt látom benne, nem. Ez egy hisztéria, nem. Több ember meghal influenzában. Szokásos. Minden héten egy kilót viszek, de most névnapom jön aztán sütni a kávét. A szekszári nagy bevásárlóközpontok parkolóiban készült felvételek azonban arról tanúskodnak, hogy többen tartanak a koronavírus terjedésétől, a karanténtól, és nagy bevásárlásba kezdtek. Vámos György, a nagy áruházláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára sem cáfolta ezt. Azt mondta, az elmúlt hetekben valóban megnövekedett a kereslet a nagy bevásárlóközpontokban, és előfordult, hogy egy-egy áruházban üresen maradtak a polcok, de azt mondja, ez csak átmeneti hiány volt. Biztosítva van az áru utánpótlás. Hétvégén még a kamionstoppot is feloldották az akadálytalan áruellátás érdekében. A kereskedelem akkor is állt a sarat, most is fogja állni, ebben bízunk. Természetesen sok függ az élelmiszeripari beszállítóktól is, velük napi kapcsolatban állnak a kereskedők, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi ismereteink alapján nem lesz fennakadás az áruellátásban. Az áruházak vezetői azt javasolják, hogy a lakosság kerülje a pánikvásárlást, és ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.